már pörög a live. Azok, akik ezt látjátok élőbe, légy szíves, köszönjetek be, hogy sziasztok, hogy nálatok is minden rendbe fut-e, és hogy működik ez az egész. Közben annyi, hogy mi azért ránézünk a telefonra, vagy azért nézd meg, légy szíves, hogy ott is minden jó le. De hát tényleg ez itt a lunch party, a podcast indító partia, és hát tényleg a mai este azért sok mindenről szó lesz, szóval tök akkor jelentes. Itt is megy, tök jó, hogy már azért itt is vattok, és akik élőben nézitek, sziasztok! Sziasztok! Nagyon jó, hogy csatlakoztok hozzánk, és egy kis körvonal nagyjából, hogy nagyjából mire lehet számítani ma este. Ugyebár, hát ez itt egy lunch party, szóval ilyen nagyon rövid ünneplés is lesz, meg hát azért itt szeretnénk így végigvezetni azt a folyamatot, hogy mégis hogyan tudott megszületni ez a podcast, mert nyilván az csak egy dolog, hogy létrejött ez a podcast, meg létrejöhetett általunk ez a podcast, ami egyébként nagyon örömteli volt, és ez a pont is egy szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy végre megmutathatjuk nektek, megmutathatjuk azt, hogy mi az, amin az elmúlt hónapokban dolgoztunk, mert hát amikor még ezt elindítottuk, akkor hát még tényleg így kint, ez egy változó naparton volt, de majd erről kicsit meséltünk, hoztunk képeket is, és lényeg, hogy így az este menetét tekintve nagyjából úgy fog ez egész kinézni, hogy azért fogunk sztorizni, mert tényleg azért szerintem érdekes, meg szerintünk érdekes lehet az, hogy mégis hogy jöhetett létre ez a podcast, milyen fő állomások voltak, milyen fő pontok voltak, és az legérdekesebb az egészben, hogy tényleg egy ilyen nagy áramlásba tudott minden megvalósulni. Gábor? Jó. Abszolút. És hogy az elmúlt hónapok úgy teltek, ahogy visszanézek most ezekre a hónapokra és pontokra, ahogyan kialakult ez az egész és alakítottuk, hogy egy pillanatig sem érzem azt, hogy ez egy fáradtságos munka lett volna, sokkal inkább azt, hogy mint ahogy a gyümölcs megérik a fán, és ahogy akár leesik a földre, vagy leszedjük, de már éppen hogy tartja ugye a fának a szára, hogy egy nagyon könnyed, kellemes és egy játékos hangvételű folyamat ez az egész ebben a pillanatban is, és nagyon jó erre gondolni is, meg nagyon jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan. Igen, meg hát továbbra is tényleg élőben nézitek, bátran köszönjetek be a chatbe, nyugodtan írjátok meg, hogy minden oké, hogy láttok, hallatok, minden rendben. Meg hát nyilván, hogyha esetleg fölmerül közbe valamilyen kérdés, akkor az jöhet, mert hát az az egyik része, hogy amilyen dolgokat itt megosztunk, de a másik része az, hogyha esetlegesen vannak olyan fölmerülő kérdések, amelyek nagyon érdekelnek titeket, akkor jöhet chatbe, jöhet kommentbe, és akkor azokat is majd itt nézzük szépen telefonról, és akkor megválaszoljuk, esetleg érdemes is megnézni, hogy jön-e valami. Jönnek szépen a köszöntések. Sziasztok! Hát akkor tényleg üdvözlünk titeket, akár mehetünk így sorba, szia Ádám, Levente, Kriszti, Orsi. Sziasztok! Szó, nagyon jó, szuper, nagyon jó, hogy itt vattok. Szia Marci! Jó, hát szerintem induljunk el onnan, most így kicsit megbontva ezt az estét, hogy mégis hogyan jött ez az egész podcastelés, honnan formálódott ki, aztán ne jutunk oda is, hogy hívják, az is egy jó kis érdekes dolog, meg izgalmas dolog, meg hogy milyen egyéb dolgokkal is készültünk, mert nyilván a podcast az lehet csak egy hanganyag, de azért mi úgy döntöttünk, hogy kicsit tovább megyünk ezen, és egyéb dolgokat is bekapcsolunk, és hát az egész az nagyjából onnan indult, hogy már nem tudom, hogy milyen módon, de hogy megbeszéltük a Gáborral, hogy találkozunk, és akkor kimegyünk valamerre autóval, nem nagyon volt meg terv, hogy akkor hova megyünk, merre indulunk, csak azért kiblokkoltunk így egy délutánt, vagy úgy emlékszem, hogy ilyen 11 körül találkoztunk, de utána nem nagyon volt belimitálva, hogy akkor mit fogunk csinálni, meg ilyesmi. Szóval nagyjából 11-kor találkoztunk, ez szerintem valamikor ősszel volt, úgy emlékszem, még ilyen szeptember-október, vissza is lehet nézni, de most így konkrétan nem emlékszem rá. Igen, lényeg, hogy oké, akkor behuppantunk autóba, merre menjünk? Hát aztán elindultunk valamerre. Fölmerült az, hogy elmegyünk Vác irányába. Közben egyébként nagyon jókat beszélgettünk, meg érdekes volt, hogy Vácra bemenet, tényleg volt egy ilyen viszonylag tartalmasabb dugó is, igen. És ott is jó volt tényleg akár így beszélgetni, Gábor is megosztotta az élményeit, mert előtte ugye Várti kirándultatok. Igen. Meséld el, merre, csak így pár szóba, hogy merre voltatok, mit láttatok. Ha jól emlékszem, ez a pirisi túra volt, és csináltunk egy nagyobb túrát, ahol olyan helyekre is lementünk a Pirisbe, ami
ahova nem vezet igazából nagyon hivatalos út, és nagyon érdekes dolgokat láttunk ott, úgyhogy egy nagyon-nagyon emlékezetes túrára sikerült. És nagyon érdekes volt utána azon a napon, amikor mi találkoztunk, a másik oldalról látni át ugye a Pilisre, tehát a Dunakanyarnak az északi oldaláról teljesen át lehet látni. Különleges élmény volt, abszolút. Szóval megérkeztünk Vácra, aztán akkor hát ott indítottunk egy jó kis ebéddel. Van egy nagyon jó kis vegán étterem, és hát igazából ami érdekes volt, hogy ezt csináltuk, hogy nem éreztük magunkat egyáltalán így éhesnek, de azért az édesség az jelen volt, hogy akkor jött valamilyen édesség, és szerintem egy-kettő kivételével kikértük az összes édességet. Szóval itt többfélét. Mindjárt majd mutatunk fotókat is, szóval ezt is érdemes majd megnézni, és ahogy utána, tényleg így ebéd után a Dunaparton sétáltunk, akkor így fölmerült egyszer csak, hogy mi lenne, hogyha indítanánk egy ilyen podcastet, mert már előtte is azért megtapasztaltunk ilyen nagyon áramló beszélgetéseket, akár tényleg ilyen jó kis kávézókba, de az volt az érdekes, hogy legtöbbször csak ilyen néhány havonta találkoztunk, szóval nem arról volt szó, hogy ilyen fú, hetente keressük egymást, hanem amikor találkoztunk, az tényleg ilyen nagyon minőségi kapcsolódás volt, és én is tényleg éreztem azt, meg valószínűleg te is, hogy nagyon olyanok ezek a beszélgetések, amelyek hát jól érezzük magunkat benne, meg hát, mint kiderült, ez mások számára is érdekes lehet. Igen, abszolút. Hozzáteszem, én egyáltalán nem gondoltam volna még azon a napon sem, amikor találkoztunk össze, hogy ebből ez fog kikerekedni, úgyhogy ez számomra is egy meglepetés és ajándék egyben. Nagyon izgalmas. Hát pont ez a jó, hogyha nincs jelen az elvárás, akkor bármi lehet. És ez is valójában egy olyan volt, hogy így, ahogy én így most visszagondolok rá, és visszanyúlok a gondolatokhoz, így szeretett volna megjelenni ez az egész. És akkor egyébként fogalmunk se volt, hogy miről lesz, mi lesz a neve, hogyan lesz, hogyan fogjuk az egészet menedzselni, de az a jó, hogy így szép kis lépésekbe mentünk tovább, és aztán utána pedig akár eljutottunk a más téhez, és még ezen túl. De hát akkor mutatunk egy-két képet tényleg erről a kis bonanzánkról, amikor ott tényleg mentünk, már is berakjuk itt a rezit. Hát és így nézett ki az, amikor meghozták ezt a mindenféle finom édességet, van ott nyers vegan palacsintától kezdve, nem is említ, de kért és ima palacsintát is. Igen. Tényleg azért volt ott mindenféle. A bőséges baráti vacsora, helyett ebéd volt, nem vacsora. Igen. És aztán utána tényleg még továbbra is beszélgettünk, autóztunk tovább, és a helyzet az, hogy egész estig ott a Dunakanyarba. Hát ott mondjuk úgy, hogy időztünk, vagy igazából ott élveztük az egészet, igen. programot, és egy olyan csodával találkozhattunk még aznap este, hogy amikor Visegrádnál voltunk, akkor olyan fantasztikus telihold volt, hogy mintha szinte nappal lett volna. Igen. És ez a fotó nyilván viszonylag csak kismértékbe tudja visszaadni azt az élményt, de egyszerűen olyan volt az egész nap, olyan élmény, hogy itt csodákkal voltunk körbevéve, akár nyilván az ételeket tekintve, akár egyéb dolgokat tekintve, szóval egy csomó ajándékot kaptunk. Aztán közben azért így valamennyire, szerintem kicsit beszélgettünk erről a témáról, de egyáltalán nem ez volt felszínen, csak úgy valamennyire az volt, hogy majd valamikor leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy akkor mégis hogyan fog ez kinézni. Igen, és nagyon érdekes volt, hogy nem csak anyagi szempontból, hanem szellemileg is egy nagyon bőséges napra sikerült ez az egész. Nem volt egyáltalán tervezett az, hogy pont teli hold napján lesz ez az egész krúzolás, de azt képzeljétek el, hogy, és azt kihagytad, Krisz, de azt hagyj említsem meg, hogy egy olyan finom kávés élményben volt részünk, ott van egy specialty kávézó Zebegény előtt, ugye? Ott volt. Igen, aha, valahol, Zebegényben van szerintem konkrétan. Igen, már Zebegényben, és egy olyan jó élményünk volt, amit követett ez a teli holdas, még megálltunk pont a Visegrádi várral szemben, még vissza is fordultunk, igen. És azt képzeljétek el, hogy a teli holdnak az íve, az úgy ment, hogy pont a vár fölött volt a hold, és így beragyogta az egészet, nem csak a várat, hanem az egész pilisi mögötte levő látképet, és az egy olyan élmény volt számomra, amit nem is biztos, hogy így most így le tudnék írni, mert annyira, ilyen nagyon intenzív élmény volt, minden esetre bőséges. Meg jó is, hogy mondod ezt a kávés dolgot, mert egyébként ott is azt csináltuk, hogy tényleg nagyon kedves volt a srác, egyébként úgy hívják a helyet, hogy helyben, azért, mert nem lehet elvitelre kávét venni.
hanem ott helyben tudod elfogyasztani, szóval arra jártok, azt érdemes megnézni, de ott is azt csináltuk, hogy bementünk, tényleg így elkezdtünk beszélgetni, és akkor több kávét is kikértünk. Igen. Szóval ott is folytatódott ez a jó kis akciónk. Igen, igen, igen. Aztán most így már jobban inkább sűrűsödve ezt a dolgot, így a podcast felé kanyarodva, utána megbeszéltük azt, hogy akkor leülünk, találkozunk, és hogy azért csak valamennyire tényleg beszélgessünk erről. És hát amikor itt leültünk, akkor már így körvonalazódtak a részletek, szóval már nem is arról volt szó, hogy akkor indítunk egy podcastet, hanem arról inkább, hogy mi lesz ennek a neve. És majd a nevet mindjárt mondani fogjuk, de lényeg, hogy ilyen ott is egy olyan inspiráció érkezett meg hozzánk, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy akkor oké, akkor ez a név. Persze úgy emlékszem, hogy még egy kis ajtót hagytunk, hogy oké, akkor ehhez még lehet, hát ha megjelenik valami más, de aztán maradtunk tényleg így az eredeti koncepciónál. Aztán akkor utána mentek előre az események, egészen odáig, hogy akkor úgy döntöttük, hogy tényleg ezt azért valamilyen módon így profin szeretnénk csinálni, vagy úgy, hogy akkor nem az, hogy veszünk mikrofont, és akkor itthon fölveszünk, hanem mi lenne, hogy elmennénk egy stúdióba, szépen néztünk stúdiókat, hogy akkor mégis milyen opcióink vannak, és találtunk egy fantasztikusan jó, kimondottan podcastekre szakosodott egy kis stúdiót, és hát tényleg itt jöjjön erről is egy kép, amikor fölvettük az első néhány adást, amely elérhető, csak ez is nagyon jó volt, hogy egy ilyen nagyon, egy olyan közegbe érkeztünk meg, ami egy ilyen nagyon támogató volt, nagyon kedvesek voltak, ott nagyon kellemes volt, és egyszerűen itt is azt az élményt kaptuk, hogy hát ez támogatva van mindenképpen ez az egész folyamat. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ahogy ez így kialakult, és hozzáteszem, az még egy fontos pont lehet, hogy úgy említetted, Krisz, hogy nem találkoztunk sokszor, de minden alkalommal, amikor találkoztunk és elkezdtünk teljesen kötetlenül beszélgetni, abból mindig nagyon hamar kialakult egy olyan érzet bennem, hogy hú, ha ez fel lenne véve, és ezt esetleg más is hallhatná, az milyen lenne, vagy akár csak mi visszahallgathatnánk, és ennek az eredménye vagy folytatása lett az, hogy akkor beleugrottunk ebbe a mindjárt mondjuk a nevét is, hogy miben. Igen, meg még előtte csak nézzük rá tényleg, hogy jött esetleg valami olyan jellegű kérdés, vagy bármi, amit itt tényleg meg tudunk válaszolni. Itt egy-két szívecske, meg üdvözlet, de még kérdés nem érkezett. Jó. Én fél szemmel mindig nézni fogom egyébként, és amint érkezik. És itt ki is bátorítjuk is a kedves nézőket, hogy amikor felmerül valamilyen kérdés, akkor ezt érdemes föltenni, és válaszolunk rá. Szóval visszakanyarodva oda, hogy akkor ültünk itt nálam, ültünk a konyhaasztalnál, beszélgettünk egyébként, ami másodállásban, vagy inkább elsődleges állásban, inkább kreativitás asztal, mert én legtöbbször kreatív alkotásra használom, de van ilyen étkezős része is, és lényeg, hogy akkor ültünk ott, és arról, hogy oké, mi legyen a neve. És ott volt az érdekes, hogy Gábor hozott egy könyvet. És ez a könyv nagyon, igazából ő is nagyon lelkesedéssel tekintett rá, meg én is éreztem azt magam, hogy aztán mindenit ez valami van ebbe a könyvbe, és előtte egyáltalán nem is hallottam róla. És az volt az érdekes, hogy beszélgettünk nevekről, több mindent is fölvillantottunk, és mintha egyszerre néztünk volna rá a könyvnek a borítójára, és ez nem a könyvnek a címe, hanem lényegében az alcíme a könyvnek, de annyira kapcsolódott ahhoz, amiről beszélgettünk, mert most akkor beszélgessünk egy kicsit a podcastnek a témájáról, hogy miről is szól ez az egész, hogy mi az, amit kibontunk ebbe a podcastbe, és a név az nyilván csak egy név, szóval nem ezen múlik, hanem inkább azon, hogy milyen tartalom van benne. Uh-huh. A helyzet az, hogy mind a ketten azért megtapasztalhattuk azt, meg ebben nagyon egyetértünk, hogy milyen az, a Gábor úgy fogalmazza, hogy gürizni. Én meg úgy fogalmazom, hogy folyamatosan menni előre, csinálni, nyomni. Milyen az, amikor tényleg erősen ebbe a férfi energiába vagyunk benne, hogy megyünk, létrehozunk, alkotunk dolgokat. Aztán utána nyilván azért megláthattuk mindketten azt, hogy hát ez nem feltétlenül az ultimate megoldása az életnek, hanem vannak itt egyéb aspektusai is, amihez a kapu nálam az elcsendesedés volt, vagy meditációnak lehet hívni, nálad pedig? Nálam is hasonló módon ez, és azt figyeltem meg, hogy körülbelül egy időben is történt ez. Uh-huh. Igen. És nyilván ez az elcsendesedős időszakok, ami nekem is ilyen több hónapos, vagy akár ilyen több éves dolog volt, tudta meghozni azokat a felismeréseket, amelyek teljesen átformálták az életet, mert már nem egy ilyen
nagy súlya volt az életnek, hogy úristen, akkor nekem részt kell venni a világba, ezt és azt meg kell valósítanom, ügyesnek kell lennem, ilyennek kell lennem, olyannak kell lennem, hanem valamennyire már meg tudtam nyugodni abba a békébe, meg abba a jelenlétbe, hogy onnantól mondhatjuk úgy, hogy mindenre ajándékként lehetett tekinteni. Igen, és nálam is egyébként az volt egy prioritás, amikor ez nagyon felbukkant az életembe, de még nem tudtam nevén nevezni, mert a folyamatot éltem csak át, hogy nagyon szembeötlött az, hogy olyan dolgokat csinálok, amik valójában csak elvárások irányomba, de hogy nem belőlem születtek meg. És értem ez alatt, hogy ekkor még nem voltam úgy a küldetésembe, mint ahogy most vagyok, és nagyon inspirált az, hogy milyen az, amikor az ember ténylegesen lefejti ezeket a rétegeket, amik igazából csak visszatartják őt attól, aki valójában lehetne, tehát a réteg lefejtés után, hogy ebben a megengedésben ennek mi lehet a következménye? Merre tud az ember élete jelen esetben az én életem tovább haladni? Meg a leginkább az a szándék jelent meg így bennünk, meg így a szívünkbe, hogy nem megmutatni, hogy így és így érdemes valamit csinálni, hanem inkább csak egy ilyen újfajta alternatívát mutatni arra, hogy mi van mondjuk úgy a gürizésen túl, mi van azon túl, hogy megyünk és megvalósítunk dolgokat, és még mi van azon túl is, amikor elcsendesedünk. Szóval ez a kettő dolog, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a csinálásnak, meg a létezésnek hogyan tud összeolvadni úgy ez a, hívjuk így, ez a két dimenzió, hogy egy ilyen nagyon örömteli, boldog életet, ami egyrészt nagyon aktív, de nem olyan módon aktív, hogy elveszünk a cselekedetekbe. És ebben nagyon egyetértettünk, hogy a szándékunk az, hogy egyszerűen csak fölvillantani egy ilyen újfajta alternatívát, egy ilyen újfajta szemléletmódot, mert azért mi is láttuk azt akár a környezetünkön, ha nagyon sokaknál megjelent ez a feszítettség. Ez a feszítettség az életbe, hogy akkor nincs megállás, menni kell, nyomni kell, csinálni kell, és az az érdekes, hogy amikor még mondjuk van egy ilyen tervezett megállás, vagy akár egy kirándulás, én is azt tapasztaltam, hogy korábban nem tudtam egyszerűen akkor megállni, hanem folyamatosan ott volt az a hajtóerő, hogy akkor még akkor is pörögtek a gondolatok, meg minden pörgött tovább, amikor elvileg pihennem kéne. És mégis hogyan lehet ezt, amit tényleg mi is megtapasztaltunk, továbbadni, átadni, hát és úgy tűnik, hogy ennek a legjobb formátuma egy podcast, meg egy weboldal, meg egy YouTube csatorna, meg minden ehhez kapcsolódó dolog lett. Igen. Hogy a gürizésről csak tényleg egy morzsában annyit, hogy ha elfogadjuk azt, már pedig így van, hogy mi teremtjük az életünknek a körülményeit, akkor könnyen levezethető az, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy kemény munkával, gürizéssel. A gürizés az maradjunk, az ilyen idecsengő szó. Tehát amikor az ember azt hiszi, hogy gürizés által megvalósítható egy olyan élet, amire vágyik, akkor valójában mindig megteremti annak a lehetőséget, hogy gürizhessen. De hogyha már tudunk teremteni, miért nem teremtünk valami teljesen mást? Igen. És egyébként az a szép, hogy ebből a jelenlétből olyan témák bukkantak elő, egyrészt az adásoknak a témái is, amelyek hát valószínűleg nagyon sokakat érintenek, mert tényleg ugyanúgy, most így pár kulcsszavat fölvillantva, nyilván ez a tudatossághoz kapcsolódik, hogy tudatosan tudjuk élni az életünket, akkor ugyanúgy a jelenléthez kapcsolódik, hogy jelen legyünk az életünknek a tapasztalataiba, és ne a gondolatokba elveszve pörögjünk. Akkor ugyanúgy mind a kettőnknél jelen van a minimalizmus, az egyszerűség, ami persze nem csak a tárgyakbeli minimalizmust jelenti, hanem, ha úgy tekintünk, a gondolatokbeli minimalizmust is, meg az egész tényleg egy ilyen kiterjedt dolog. Ugyanúgy nagyon szívesen beszélgetünk üzletről, vállalkozásról, mindketten vállalkozók vagyunk, és jó erről is néha beszélgetni. És hát tényleg ezek a témák, meg maga a jólét, az élvezet, hogy élvezzük az életet, hogy nem csak az, hogy célokat kitűzni, menni előre, megvalósítani, hanem hogy élvezzük is tényleg ezt az egész folyamatot, és ez nem jelenti azt, hogy nincsenek céljaink, nem jelenti azt, hogy csak úgy sodródunk az élettel. Egy bizonyos szinten ráhangolódunk az életnek erre a természetes áramlására, és mondhatni úgy nem tűnik utána semmilyen megfeszített cselekedetnek egyfajta ilyen, olyan semmittevéssé válik az életünk, amiben benne van az az aktív energia, hogy ami belőlünk tud előemelkedni. Tudatos megengedés. Tudatos megengedés, igen, ez egy nagyon jó szó, de most akkor térjünk át a névre.
És akkor ezúton nagy szeretettel mutatjuk meg nektek a podcastet, amit úgy hívnak, hogy Célra vezető semmit tevés. A Célra vezető semmit tevés podcast. És hát nyilván ezt valószínűleg sokszor fogjátok látni még ezt a kis narancssárga ikont, meg az egészet, mert ez tényleg egy ilyen, ez is valamilyen módon, egy természetes módon jött, hogy akkor hogyan fog az egész kinézni, volt többféle alternatíva, de hát nagyon röviden így lehet rámutatni erre az egészre, hát nem is feltétlenül röviden, hanem egy kicsit hosszabban, hogy célra vezető semmit tevés. Gábor, mit jelent ez? Célra vezető semmit tevés, nagyon egyszerűen ezt úgy tudnám leírni, hogy amikor az ember elkezd egy picit lefinomodni, és megengedi, hogy történjenek a dolgok az ő közbeavatkozása nélkül, és tudatosan semmit nem csinál, és a semmi alatt nem azt értem, hogy a kanapéba könyvet olvas, újságot vagy telefont, hogy tényleg semmit nem csinál, semmilyen információt nem vesz magához a külvilágból, hanem megengedi magának azt a fajta egyszerűen létezést, amiben teljesen okés az, hogy semmit nem csinál. És egyszerűen megfigyeli magát, meg befelé figyel ebben a folyamatban, és ezt hát lehet elég sokáig is csinálni, meg akár 12 órán keresztül, 24 órán keresztül, ez tényleg érzésből is érdemes. Számomra ezt jelenti, és majd mesélek arról is egy picit később, hogy ennek milyen következményei lettek az én életemben. Meg a helyzet az, hogy én abszolút úgy érzem, hogy ez a név, ez minket talált meg. Azáltal, hogy megtalált minket, és hogy rajtunk keresztül tényleg tudjon ragyogni ez a célra vezető semmittevés, ami egyrészt magába foglalja azt, hogy oké, lehetnek célok, hogy a semmittevés, az lehet ilyen, hát minden év is mondja, nagyon célra vezető. És pont ahogy tényleg a Gábor is kibontja, meg ahogy majd fogjátok látni a YouTube videókon keresztül, hogy ott is egyszerűen csak hagyni kibontakozni ezeket a dolgokat, mert nyilván bele lehet veszni a gondolatokba, hogy mi a tökéletes dolog, hogyan lehet nagyon jól menedzselni az életünket, de a helyzet az, hogyha a jelenlét válik az életünkben az elsődlegessé, akkor tényleg lesz egyfajta ilyen, hát ilyen semmittevés érzésünk, ami nem jelenti azt, hogy passzívak lennénk, hanem aktívak vagyunk, de ellazulva. Na és ez a nagy különbség, hogy nem megfeszítve tudunk az életbe részt venni, hanem szépen és nyugodtan belelazulva az egészbe. Igen. És oké, podcast neve, de menjünk most még tovább, mert nagy szeretettel megmutatjuk azt, hogy még milyen egyéb dolgok vannak amögött, hogy lehet hallgatni az adásokat, mert továbbra is az a lényeg, hogy ti mit kaptok tőle, az a lényeg, hogy tényleg egyrészt föl tudjátok fedezni az egészet, és meg tudjátok ismerni. Oké, van egy nagyon jó kis YouTube csatorna. Egyébként még egy kicsit visszakanyarodva ide, mielőtt tovább vegyük a YouTube csatornára, milyen domain néven tesszük ezt elérhetővé, mert az, hogy célra vezető semmittevés, ez elég hosszú, de nagyon érdekes volt, hogy ez is szerintem, amikor megláttuk, hogy akkor ez a név, akkor utána így jött ez az inspiráció, hogy semmittevés.hu. Nézzük meg, hogy szabad-e. Szabad? Ez a domain akkor. És akkor itt nagy szeretettel mutatjuk be, hogy a semmittevés.hu oldalon érhető el a podcast, és nagyon leegyszerűsítettük a linkeket, szóval ha beírjátok, hogy semmittevés.hu per YouTube, akkor rögtön át tudtok menni a YouTube csatornára, ahol rögtön találtok 9 videót, ezek nagyjából ilyen 5-10 perc közöttiek. A lényeg ezeknek a videóknak, hogy ezek az egyes adásokból lettek kivéve, mert a podcastet a stúdióban úgy vettük fel, hogy videókamerákkal is vettük, és az egyes részek, azok videóformátumok, de az egész, szóval az elsődleges, az audio. Mindig is így lesz valószínűleg, persze ez majd kiderül, de az elsődleges az audio, hogy nagyon jó minőségűek ezek a dolgok, tényleg stúdiófelvétel, és aztán ebből pedig ilyen rövidebb klippeket elérhetővé teszünk YouTube-on, ahol videós formában is meg lehet nézni, de a teljes élményt az maga az audio jelentés. Le tudjátok tölteni Apple Podcasts-be, Spotify-on is eléritek, meg még egyéb helyeken. De lényeg, hogy a YouTube csatornán találtok, ezen a linken tudjátok megnézni, érdemes feliratkozni, mert hetente érkeznek valószínűleg az új részek, és például olyan videók vannak fönt, hogy csak néhány példa,
hogy a boldogság és a körülmények kapcsolata. Ott röviden mesélünk arról, hogy tényleg a körülményeken múlik az, hogy boldog legyünk, vagy esetleg van egyéb dolog is. Akkor ugyanúgy van egy olyan téma, hogy az elengedésről is van egy jó kis beszélgetés, ugyanúgy ott van a jelenlét, az intuíció. Van egy nagyon érdekes téma, ez az önfejlesztés, mint korlát, és erről lényegében egy komplett adás szól maga a harmadik adás, hát ennek el is mondhatjuk, hogy mi a címe. Ennek az a címe, hogy az önfejlesztés zsákutcája, és a belőle való kiút. És nagyjából ott arról mesélünk, hogy tényleg az önfejlesztés egy nagyon jó dolog, hogy tudunk fejlődni, előre menni, könyveket olvasni, tanfolyamokon részt venni, de nagyon be is tud korlátozni az egész, mégpedig amiatt, mert hát eljutunk egy adott pontig, ahonnan minden ilyen tudásunkat, mondhatjuk úgy, érdemes kidobni. Amikor így jelenlét válik az elsődlegessé az életünkbe, akkor már nem a gondolatok szintjén próbáljuk megoldani a dolgokat, hanem persze ugyanúgy megjelenhetnek gondolatok, csak már kevésbé fognak megzavarni. Így van. Annyi csak ide, hogy el kell jutni itt addig a pontig, tényleg nagyon-nagyon morsányi dolog, hogy amikor az angol nagyon szépen mondja, a becomingból unbecoming lesz. Tehát amikor a minél többé válásból, hogy lehetne ezt jól kifejezni, Krisz szerint? Tehát pont az inverze, tehát hogy igazából tényleg... Megjelent valami, hogy az egyik nyilván a valamivé válás, én pedig azt úgy tudok erre rámutatni, hogy a semmivé válás. És olyan módon semmivé válás, hogy amikor semmivé válunk, akkor valójában mindenné válunk. És ez megint lehet erről beszélni, de ez a leginkább célszerű, hogy meg tudjátok tapasztalni, és igazából az adásokban mi is efelé tereljük a hallgatókat, melyik meghallgatják, hogy oké, tök jó, hogy itt beszélgetünk ezekről a dolgokról, érdekesek, de az a lényeg, hogy mit tapasztalsz. És inkább efelé kanyarítjuk a dolgokat, hogy amiket mondunk, meg lehet hallgatni, nem biztos, hogy érdemes elhinni, hanem érdemes megvizsgálni, érdemes mindent megkérdőjelezni, és igazából az egyik videó is erről szól, hogyha itt most éppen a bal felső sarokban, hogy a spirituális tanítások megkérdőjelezése. Uh-huh. És ez a kis klip, ami egy ilyen 5-6 perces klip, ez is a harmadik adásból lett kivéve, mert hát nyilván erről is van szó, hogy megkérdőjelezünk minden ilyen jellegű dolgot. Oké, közben itt kérdés, valamilyen, én nagyon szívesen ránézek így a dolgokra, hogy mi a helyzet itt. Sok kérdés érkezett. Jó, akkor most menjünk ezen a vonalon. Akkor tedd meg, légy szíves, hogy beolvasol pár ilyen dolgot, amit érdekesnek találsz, és akkor arra. Jó, mivel sok kérdés van, ezért nem biztos, hogy most ez összeset. Jó, oké. Nagyon elmenne vele az idő, de nézzük mondjuk Marcinak a kérdését. Van példaképetek, olyan példaképetek, aki fesztelenül érte el a céljait. Uh-huh. Oké, hát én úgy vagyok ezzel, hogy nincs. Mármint, hogy nem nagyon láttam olyan példát, hogy nyilván ez olyan, hogy volt ennek egy olyan része, hogy ez a vállalkozói létben nagyon sok mentor, sikeres ember, ott azért könnyen lehet találni eket. Akkor ugyanúgy a spirituális dimenzióba is lehet találni mindenféle mestereket és tanítókat, de a helyzet az, hogy egy adott ponton elérkezik az, hogy ráállsz, vagy ráállunk a saját utunkra. Amikor már nincs szükségünk ilyen módon iránymutatásra, hanem belülről emelkedik elő. Lényegében spontán módon az a megfelelő cselekedet, és ez persze nem jelenti azt, hogy nem inspirálódunk, vagy mondjuk nyilván most saját magamról tudok mesélni, hogy nem inspirálódok, bizonyos nem olvasok könyveket, csak az teljesen másodlagossá válik. Mert az elsődleges mindig az marad, hogy ez az intuitív szikra, ez az intuitív lét, ez az intuitív mag, ami virágba borul, az ki tudjon virágozni. És ugyanúgy, ahogy ez a podcast is megszületett, hogy itt is egy ilyen rengeteg pont lehetett volna, hogyha egy elmével nézzük, ahol könnyen meg lehetett volna állni. Mert hú, egy podcastet indítani, elköteleződés, sokáig csinálni, mi legyen a neve, jó, rengeteg mindennel lehet foglalkozni, de egyszerűen csak úgy belelazulni, beleengedni és hagyni megtörténni a dolgokat. És amúgy a helyzet az, Gábor, hogy például én is ma, amikor így rátekintettem erre a podcastre, én már azért is ennyire fantasztikus hálás vagyok, hogy eddig eljutott. Uh-huh. Szóval az, hogy létrejöhetett, az, hogy van YouTube csatorna, weboldal, és ez oké, lehet, hogy még csak most kezdődik, de már ezen a ponton tényleg az van, hogy fantasztikus, amit itt megtapasztalhattunk, egyrészt ezt a kapcsolódottságot, azt az együttműködés, hogy mennyire gördülékenyen megy ez az egész, emellett meg a másik rész, hogy létrehozni ezeket a dolgokat, és én is, amikor raktam össze a weboldalt,
meg csináltam az ilyen mindenféle ehhez kötődő dolgokat, hát olyan tényleg lelkesedés volt a szívemben, meg hát nyilván neked is a videók, meg a megbeszélések, meg ezek is biztos olyanok voltak, de ezt te tudod elmondani. Nagyon könnyedén történt az egész, és hogy egyáltalán nem volt bennünk végig, és most sincsen olyan szándék, hogy ennek az egész dolognak el kell jutnia valahová, és ebből eredően olyan elvárásunk sincs e felé, és úgy fogalmazva, hogy felétek, hogy nem szeretnénk azt, hogy úgymond magunkhoz kötni titeket. Még ilyen érzés sincs legalábbis bennem, de szerintem beszéletek mindkettőnk nevében, hogy tényleg ettől függetlenül meg lehet nézni más, nyilván podcastet hallgatni, videót nézni, könyvet olvasni, blogot, bármit. Nincs bennünk olyan fajta szándék, hogy tényleg ennek az egésznek egy célt meg kell tudni valósítani. Szimplán a létezésnek az öröme az, ami engem inspirál ebben a, ebben a dologban. Meg főleg az a lényeg, hogy mi a szándék, szóval arra ráirányít el figyelmet, és egyszerűen csak tényleg az, hogy lehetőséget teremteni arra, hogy kapcsolódjunk egy ilyen dolgon is, és valószínűleg én tényleg azt feltételezem, hogy ez sokak életébe tud olyan értéket vinni, mert erről az az érdekes, hogy korábban nem igazán olvastam, hallottam, hogy mi van azon túl, amikor már megvalósítottad az ilyen biznisz jellegű dolgokat, mikor már spirituálisan is mondjuk úgy, hogy kiteljesedtél, de hogyan van ez a kettő összhangban, mert nyilván sokan ezt valamilyen módon ellentétnek tekintik, hogy hú, lemondani a világ dolgairól, de akkor újra elragad az elme, és sikerre válsz, de valójában ez egy végtelenül színes játék, és a legtöbb, amit tenni tudunk, hogy a jelenléten keresztül hagyni megnyilvánulni rajtunk, magunkon keresztül azt, ami szeretné kifejezésre jutni, itt és most. Kommentek. Igen. Szerintem még egy kérdést felolvasok, és utána mehetünk tovább. Igen. Ádámnak a kérdés nagyon jó, hogy az, hogy fesztelenül, könnyedén éljük az életünket, az inkább megértés vagy gyakorlás eredménye. Mi hogyan kezdjünk neki, hogy mi is így tudjunk működni? Hát érdemes hallgatni a podcastet. Szóval tényleg erre ezt tudom mondani, mert azért elég tartalmasan kibontjuk ezeket a dolgokat. Szóval itt most tényleg ez a rövid válasz. Egyébként nagyjából ilyen fél óra körüliek az adások, legalábbis a második, harmadik adás, mert az első adás ilyen bevezető dolog. De hát igazából mi is erről beszélgetünk, hogy mit, hogyan tapasztaltunk meg, hogy hogyan lehet akár egy ilyen élő közvetítés, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen podcastet, anélkül, hogy belefeszülnénk, anélkül, hogy meglennének akár egymással szemben is azok az elvárások, hogy most mit és hogyan, mikorra kéne csinálni, hanem minden úgy történik, ahogy történik. Abszolút. És ennyi. Abszolút. Jó, akkor még a kérdésekre egyébként vissza fogunk térni, és bátran tényleg írjátok a chatbe, ami jön, mert nagy lelkesedéssel tekintünk rá, tényleg én is így, ahogy itt ránézek a telefonra, azért nem látom, hogy mi minden pörög ott, de hát várj, most azért belenézek, hogy nézd bele. Az én válaszom, hogy egyébként mindkettő. Tehát, hogy a megértés és a gyakorlás is, ez kéz a kézben van. Ahogy történik a megértés, úgy történik a gyakorlás, egyébként ösztönösen egy idő után, és ahogy történik a gyakorlás, úgy történik a megértés is. És ha már ösztönösség, ezt az egészet, tehát az egész anyagcsomagot, videó, podcast, akkor lesznek írások is. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hogy ösztönösen az jött, hogy ezt valahogy úgy kialakítani, hogy a lehető legkönnyedébben tudja az ember tényleg táplálni magát ezzel az információval, tehát tényleg egy podcastet nagyon könnyedén, akár egy finom kávé, tea mellett, vagy vezetés közben, elalvás előtt meg lehet hallgatni. Egy 5-10 perces videó is úgy gondolom, hogy nagyon kényelmes élmény és folyamat közben tudja az információt áramoltatni, úgyhogy ez szuper, hogy mondod, mert ami most itt megjelenik, hogy a videó az nagyon jó kis betekintés, és nyilván utána meg aki érdemes, én ezt egyébként azt javaslom, hogy érdemes létrehozni ennek külön teret. Szóval nem úgy, hogy leülök vezetéshez hallgatni a podcastet, vagy rohanás közben, hanem nyilván ez majd egyénileg alakul ki, de érdemes teljesen befogadni. És mondjuk én is úgy szeretek, akár hogy hallgatok valamilyen podcastet, hogy a figyelmemmel jelen lenni. Igen. Van itt egy tök jó kérdés, csak azért, jó, hogy még szerintem ez aztán utána még mehetünk tovább. Persze. Edina írta, hogy mit gondoltok, milyen témákkal érdemes podcastet indítani, mire éhesek az emberek. Ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt föltetted, mégpedig azért, mert a leginkább célra vezető, az az, hogy ami szívből jön. Szóval itt is lehet elemezni a végtelenség, hogy mi érdekli az embereket, hogyan lehetne megoldani, de igazából mi is csak arra fókuszáltunk, hogy mi az, amit szívesen megosztunk, mi az, ami lelkesít minket, mi az,
amiről mi nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel hallanánk. És így született meg, meg így bontakozott ki a célra vezető semmittevés. Annyi csak, hogy ezt jelenségbe lehet egyébként foglalni, hogy most ismerkedtem meg például egy, jó, rendben, egy hölgyel a hétvégén, aki, képzeljétek el, DJ, és elkezdett nagyon-nagyon-nagyon növekedni, tehát hogy népszerű, szeretik őt, és nagyon-nagyon jók a zenéi meg a mixei, és képzeljétek el, hogy ahogy beszélgettem vele, ő elmondta, hogy őt egyáltalán nem érdekli úgymond a tömeg, hanem ő csak azért zenél, hogy saját magának ezt az élményt így megadhassa. Tehát, hogy teljesen ignorálja, figyelmen kívül hagyja azt, hogy mit gondolnak mások, hogy neki mit kéne csinálni, és teljesen belül áramoltatja ezt az egészet, és úgy gondolom, hogy nálunk is ez így született meg egyébként teljes mértékben. Tehát, hogy jött szívből egy döntés, nem tudtuk, hogy ez kit fog érdekelni, ki számára lehet érdekes, és valójában nem tudom, hogy nem is alapozunk erre, nem? Tehát akinek tetszik, annak tetszeni fog, akinek nem, annak valami más biztosan tetszeni fog, de hogy nincs bennünk ilyen fajta ilyen bizonyítási vágy. Hát meg rengeteg fajta podcast van, szóval pont ez jó, hogy mindegyik megfér egymás mellett. Igen. És ez valójában mi definíciónk, vagy a rajtunk keresztül megjelenő definíció egy podcastre. De itt is lehet mesélni róla, meg lehet tapasztalni, szóval menjünk is tovább itt a podcast témába, és akkor még ugyanúgy vissza fogunk térni a kérdésekre, és akkor nyugodtan írjátok meg a chatbe, tényleg bármilyen dolog fölmerül. És akkor itt visszakanyarodva a dolgokhoz, hogy akkor a YouTube után, ami fontos, hogy hol érhetitek el, mondjuk a telefonotokon ezt a podcastet. Az iTunes-on, vagy illetve az Apple Podcasts alkalmazásba megtaláljátok, már elérhető mind a három epizód. A legkönnyebben úgy tudjátok ezt elérni, hogy semmittevés.hu/Apple, ezt beírjátok, akkor automatikusan átirányít a rendszer az Apple Podcasts-nek az oldalára, és ott igazából rögtön azt javaslom, hogy érdemes is feliratkozni, mivel így rögtön megkapjátok az új epizódokat, és így hát rögtön lehet hallgatni tényleg, ahogy ezek kijönnek. A szándékunk az, hogy hetente új epizóddal megjelenni, így a starthoz 3 epizódot hoztunk. Van egy rövidebb bevezető epizód, ahol mesélünk arról, hogy még így a podcast körüli dolgokról, hogy kinek szól ez az egész, szóval ott igazából most is kicsit meséltünk róla, hogy ott azért valamennyire fókuszáltabban van mégis kibontva. Igen. Aztán van a második adás, aminek az a címe, hogy szörfözni a kiszámíthatatlanság tengerén. Ez leginkább azért született, mert hát valamiért ehhez éreztünk hívást, igen, és ez tényleg ahhoz kapcsolódik, akár a mostan aktuális helyzethez is, hogy oké, sok a bizonytalanság, de mégis hogy lehet nem belesüllyedni ebbe, hanem szörfözni ezeken a hullámokon, az életnek a hullámain. Így van. És a harmadik adás, az pedig az önfejlesztés zsákutcája és a belőle való kiút, szóval itt nem csak az önfejlesztésnek a hát a zsákutcájáról mesélünk, hanem arról is, hogy hogyan lehet túllépni, kilépni ebből. És hát iPhone-on így éritek el, majd mindjárt lesz szó arról is, hogy milyen egyéb platformokon találjátok meg, de aki az Apple alkalmazást használja, az tényleg bátran iratkozzon föl a célra vezető semmittevés podcasten, hogyha az appon belül keresitek, akkor nyugodtan név alapján is megtaláljátok, Zalaba Krisztián vagy Gürtler Gábor, és érdemes föliratkozni, és emellett még arra kérünk titeket, hogyha úgy érzitek tényleg, hogy értéket visz az életetekbe, tetszik, akkor bátran küldjetek be értékelést, annyi csillagot, amennyi nektek jól esik, amely tényleg kényelmesnek, meg jónak éreztek. Éppen azért nekünk ebbe a szakaszba sokat jelent az, meg sokat segít akár az egész podcastnek is, hogyha jönnek értékelések, mert így persze azért több emberhez el tud jutni, mi is látjuk azt, hogy mi az, ami tetszik nektek, hogyan tetszik ez a podcast, szóval elsődlegesen érdemes tényleg feliratkozni, meghallgatni az adásokat, abból a 3 adásból már szerintem elég jól le lehet szűrni azt, hogy úgymond kinek mennyire való, vagy ki mennyire érzi a szívébe a kapcsolódást, és persze az is teljesen rendben van, hogyha valaki más valami felé megy tovább, és akkor azt is örömmel látjuk, hogyha valaki tényleg érzi ezt a mélyebb kapcsolódást, és bátran küldjetek be review-ot, ilyen értékelést az Apple Podcast-be, mert ahogy említettem, ez így induló szakaszba nekünk nagyon jó löketet tud adni így az adásokhoz. Igen, igen. Annyi, hogy Marci írta, hogy fönn lehetne majd a későbbiek folyamán a Google Podcast-en meg a SoundCloud-on is, hogy már folyamatban van a Google Podcast,
és köszönjük az ötletet, feltöltjük SoundCloud-ra is. Igen. Oké, szóval akkor elérhető Apple Podcasts-en. A következő, ez a Spotify. Szerintem sokan használtok Spotify-t, és ott is megtaláljátok szintén mind a három adást. semmittevés.hu/Spotify, és ez rögtön átirányít egyrészt a Spotify-nak a webes felületére, és akkor ott is föl tudtok iratkozni, be tudjátok kattintani a follow, követés gombot, és akkor valószínűleg ott is elérhetőek ezek az új epizódok. Tényleg jó minőségben vannak fönt, ilyen nagyon nagy örömmel vettük fel ezt az egészet, és a Spotify-on is eléritek a podcastet ezen a linken keresztül. És egyébként előbb említetted, Gábor, hogy a Google Podcasts be is megjelenik. Egyenlőre még ott ilyen review-olás alatt van, szóval amint elérhető lesz, akkor valószínűleg azt látni fogjátok az oldalon. De alapvetően ez a három fő platform, hogy Apple Podcasts, Spotify és Google Podcasts. És ez olyan, hogy ha esetleg valami más valamit használtok, akkor nyugodtan szóljatok, mert lehet, hogy beküldjük oda is, alapvetően így ezekre irányítjuk a figyelmünknek a fókuszát, de hogyha van egyéb ilyen kérés, vagy ilyesmi, akkor ezt nyugodtan meg lehet írni. Így van, igen. És mielőtt még tovább megyünk, én közben ránézek a kommentekre, jó. És megnézzük, hogy mi a helyzet. Jó, rendben. Erdélyi Nikit láttam rögtön. Köszönjük szépen, Niki. Köszönjük. Rakétákat és a szívecskét is, jó látni téged, meg hát nyilván nektek is a podcastetek szuper, tényleg mi is, mikor még indítottunk, akkor így az is ilyen, arról is beszélgettünk egy kicsit tényleg, hogy milyen tök jó, hogy két csaj ilyen témákról mesélget, tudatosság podcast, szóval nagyon jó, hogy így egymás mellett, meg akár szerintem egymás támogatva is tudunk ezen a úton tovább haladni. Igen, nagyon jó, hogy mennyire jól kibontakoztatjátok, akkor csak két mondatban, az egyéniségeteket benne, és hogy olyan érdekes témákat olyan szépen közelítetek meg, ami nagyon inspiráló, úgyhogy nem csak te, én is belehallgattam ám, és ezúton is gratulálok nektek, mert nagyon jól mit csináltok. És az egészet ilyen kötetlen formában, tehát ilyen teljesen ilyen, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon spontán, és az egészben az a szuper, ami nekem nagyon tetszik, hogy ezáltal életszagú. Tehát, hogy életszerű, életszagú a maga az egész podcast. És úgy gondolom, hogy erre van egy növekvő igény, anyagilag és szellemileg is, hogy az emberek már nem szeretnének műt, hanem valódit szeretnének. És itt jön egy dolog, nézzünk is meg együtt egy videót. Nézzük meg az egyik videót, ez nagyjából, úgy emlékszem, ilyen 4-5 perces videó, és hát akkor ezzel így tényleg útnak is indíthatjuk akár ezt az egészet. Szóval akkor nézzük a videót. Azért születtünk, hogy élvezzük az életet. Arra viszont, hogy ezt hogyan érdemes csinálni, vagy megengedni, hogy ez történjen, erre nem nagyon kaptunk sehonnan semmilyen releváns információt. Látni azt, hogy egy szokásként akár az iskolában, vagy a gyerekkorban, a környezetben azért hozzászoktak embertársaink ahhoz, hogy tényleg keményen kell dolgozni ahhoz, hogy valaminek eredménye legyen, de ne felejtsük el azt, hogy azért születtünk, hogy élvezzük az életet. Arra viszont, hogy ezt hogyan érdemes csinálni, vagy megengedni, hogy ez történjen, erre nem nagyon kaptunk sehonnan semmilyen releváns információt. És én úgy gondolom, hogy ez a podcast azoknak lehet releváns, akik készen állnak rá, hogy élvezzék az életet a maga teljességében. Te mit gondolsz? Hát valójában ez egy cool szó, hogy élvezet. És ezt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert tényleg nagyon könnyű belefutni abba, hogy csak megyünk előre, folyamatosan csináljuk a dolgokat, és ez egy ismert út. De mégis mi van akkor, hogyha ezen túl lehet ugyanúgy aktívnak lenni, de anélkül, hogy már ez a megfeszítettség jelen lenne, és ha már valaki érezte tényleg azt az életébe, hogy egyik dolog a másik után jön, akkor egyik könyve a másik után, egyik tanító a másik után, és egyszerűen végtelen, mint ahogy te fogalmaztad, gürizésnek tűnik ez az egész, akkor ez egy lehetőséged adhat arra tényleg egy kis megpihenésre, meg alapvetően az a szándékunk ezzel az egésszel, hogy mutasson egy ilyen másfajta alternatívát, tehát lehetőséget mutasson. Szóval nem is, hogy utat mutasson, hogy akkor így és így érdemes csinálni valamit, hanem csak inkább fölvillantani magát ezt a lehetőséget, hogy nem feltétlenül az az út, hogy akkor most
a folyamatos csinálásban vagyunk benne, hanem igazából a cselekvés és a létezésnek egy ilyen nagyon szép összhangja, ahol nem különálló dolgok, hanem ilyen úgymond egymásból olvadnak, és nem nagyon van meg az a jellegű különbség. Igen, és azt szeretnénk is hangsúlyozni, hogy itt, ebben a podcastben arról nem lesz szó, hogy mi megmondjuk másoknak, hogy ezt kell csinálni, és akkor ez fog történni. Csupán lehetőségeket vázolunk fel arról, hogy hogyha esetleg ez így történne, annak milyen következménye lehetne, és végső soron ez nagyon szépen levezethető, lehet, hogy mi se látjuk, okokozati szempontból, hogy nézd, válassz egy másik okot, próbáld ki, nézd meg, és figyeld meg, hogy annak milyen, hogyan továbbja lesz. Pontosan, és ez a leglényegesebb része, hogy bárki, hogyha hall valami érdekeset, akkor ezt érdemes kipróbálni teljes nyitottsággal, meg lazasággal, mert lehet, hogy ami mondjuk nálad tök jól működik, én kipróbálom, és egyáltalán nem azt az eredményt fogom kapni, sőt, nagyon nagy valószínűséggel tényleg nem, mert hát másképp működünk, más érzések, gondolatok, más dolgok jelennek meg, és amúgy előzetesen ezt valamilyen szinten úgy fogalmaztuk meg, hogy tényleg ez alternatívát mutatni, hogy oké, itt van ez a lehetőség, nézd meg, próbáld ki, és vondd a saját következtetéseidet anélkül, hogy valamilyen eredményt próbálnánk elvárni tényleg ettől az egésztől. Oké, hát bízunk benne. Írjátok meg egyébként kommentbe, hozzászólásba, hogy tetszett. Tényleg én is így viszonylag sokszor megnéztem már ezeket a videókat, mert azért mi is még egyeztettünk, voltak ilyen-olyan finom hangolások benne, de nyugodtan írjátok meg chatbe, hogy hogyan tetszett az egy videó, és hogy még további 8 vár rátok a YouTube csatornán, és itt főleg Gábor, téged kérdezlek, hogy amíg a többiek megírják kommentbe, hogy tetszett nekik, vagy nyugodtan szívecskével, bármilyen egyéb emojival is lehet, hogy te hogyan készítetted, hogy mit éltél meg így a videó készítése közben? Egyrészt voltak benne új elemek számomra is, sok rétegből tevődött össze, így ezt úgy nevezik, hogy sok layerből tevődött össze ez az egész munkafolyamat, de inkább alkotási folyamatnak nevezném, mert hogy ezt úgy éltem meg, mint ahogy a festő, ahogy fest. Tehát valahogy az egésznek a kialakítása egy olyan finom és kellemes folyamat volt, hogy tényleg nagyon élvezetteljes volt az egésznek az elkészítése, és volt olyan rész, képzeljétek el, ahol 4-szer kellett módosítani egy videón, és egyetlen egyszer sem éreztem azt, hogy hú, ez akkor most nekem akkor, tudod, amikor van ez az érzés az embernek, hogy na már megint újra elő kellene venni. Nálam ez egyáltalán nem volt, sőt, ha még 4-szer kellene módosítani rajta valamit, akkor sem érezném ezt az érzést, és ez igazából visszaigazolja azt, hogy egy teljesen más helyről történt ennek az egésznek a elindulása. Meg ami még ilyen jó kis sztoriként szerintem még itt érdekes lehet, hogy az elején láthattátok, hogy van egy ilyen egyedi intro. Szóval az, hogy van egy ilyen rövid rész, ami a lényeg, aztán utána van ilyen egyedileg föntvett intro vizuál, és ez volt nagyon érdekes, hogy mi is azért, hát mikor először ezt elindítottuk, vagy először neki mentünk így a videónak, vagy elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor mi is még ilyen templateket néztünk, vagy ilyen sablonokat, hogy akkor mégis hogyan lehet ezt megoldani, az elég sokat megnéztünk, és aztán valahogy ezt éreztük a szívünkbe, hogy basszus, csináljunk egy nagyon szuperet. És akkor utána jött az, hogy oké, akkor megtervezni a jeleneteket, és akkor így lettek tényleg ezek az egyedi fölvételek az elején, és annyira fantasztikus tényleg itt is látni, ahogy te is, Gábor, megláttad ezeket a mindenféle helyzeteket, és így egybe látva az egészet, hogy milyen jó hozzátesz az egész videóhoz, az élményhez, meg hát igazából ott is úgy vettük föl, hogy ahogy mi dolgozunk, ahogy inspirálódunk, és én is, nálam is aktuális, vagy minden reggel jelen van, leülök tollal, papírral, vagy a füzetbe, vagy jegyzetfüzetbe, ilyen-olyan helyekre, egyszerűen csak hagyom, hogy megjelenjen rajtam keresztül ez ilyen-olyan írások, mert hát nyilván neked ez a videós részlet, az is ilyen jó ránézni, hogy így munka közben mi történik. És még azt hozzátenném, hogy eredetileg korábban terveztük már az egésznek az elindulását, de végül is úgy alakult, hogy ugye ez csak most történik, és egyáltalán nem volt ebből kérdése,
számomra, meg szerintem számodra is gondolatban sem az, hogy ebből ez gond lenne, vagy ebből bármi baj lenne. Tehát, hogy annyira lazán éljük ezt a mostani folyamatot, hogy tényleg szuper. Na, közben egy kis becsekkolás így kommentfronton, hogy tényleg bátran írjátok meg. Egyen éri, hogy hú, de jó a hang, na ez már minőség, nem hiába a stúdiófelvétel alapfeltétel egy jó podcasthez. Mi is így voltunk vele, hogy tényleg, ha ott az az elsődleges a hangminőség nyilván egy ilyen podcast hallgatásánál, és ha már egyszer nyilván rászálljuk ezt az energiát, akkor miért ne vegyük fel stúdióba? Meg egyébként ez is egy ilyen jó kis élmény, hogy akkor mi is megteremtjük a teret arra, hogy akkor elmegyünk a stúdióba, egyeztetünk időpontot, fölveszünk néhány adást, és ott is így elmerülni tényleg így az egésznek a folyamatába. Uh-huh. Na, szuper látni, hogy tetszik nektek, meg hogy tényleg ti is lelkesedéssel tekintetek rá, és ez nagyon-nagyon szuper. Köszönjük. És tényleg nagyon szépen köszönjük ezeket a dolgokat. És akkor még itt kicsit visszakanyarodva a dolgokhoz, akkor továbbra is eléritek Apple Podcast-en, és láttam, hogy volt olyan kérdés, hogy valaki írta, ezt most visszamegyek, és konkrétan megnézem. József írta, hogy én csak laptopot használok, hát ez szuper, mégpedig azért, mert a semmittevés.hu-n meg tudod nézni, meg tudod hallgatni az adásokat is. Szóval ott is, hogyha fölmész a weboldalra, mindjárt megmutatjuk azt is, lehet, hogy ma láttam, hogy páran azért megnéztétek, de mindjárt megmutatjuk azt is, hogy milyen a weboldal. Lényeg, hogy ott rögtön meg is lehet hallgatni. Az egyes adásoknál, az egyes bejegyzéseknél van ilyen külön beembedelt, mi ez a magyar szó, erre beillesztett ilyen lejátszó, igen. És akkor ott rögtön le tudod játszani, akár laptopról, vagy akár mobilról is. Mindegyik platformon nagyon jól működik, szóval ott is tök jól működik, nem kell feliratkozni alkalmazásra, meg lehet hallgatni egy-egy adást, anélkül, hogy bárhova feliratkoznál, szóval ott is meg lehet ezt nézni. Igen. Oké, és továbbra is Apple Podcasts, hogyha valaki appon keresztül nézi, azért nagyon kényelmes, hogy rögtön jön az értesítés. Láttam is így kommentekbe, hogy azért jó páran már feliratkoztatok, és ezt pedig nagyon köszönjük, köszönöm tényleg én is, meg Gábor is, nagyon jó, hogy rögtön ezt meg is írtátok, és hát tényleg arra biztatunk titeket, hogy bátran hallgassátok, ajánljátok akár ismerősöknek, ez is nekünk tök sokat jelent, hogyha tényleg van olyan videó, vagy olyan audio rész, ami érdekes volt nektek, akkor az nyilván tök jó, hogy tovább külditek valakinek, mert akár sokakat inspirálhat. És akkor továbbra is még elérhető Spotify-on, ugyanúgy, ahogy említettük, és hát a weboldal pedig egyszerűen csak semmittevés.hu. Bízom benne, hogy azért könnyű megjegyezni, meg ti is megjegyeztétek, és most akkor menjünk is át a weboldalra, és megmutatjuk azt, hogy ott milyen dolgok várnak titeket, és például, most kinyitom szépen a weboldalt, valószínűleg látjátok már, hogy mi a helyzet, meg hogy működik, hogyha fölmentek rá, akkor fogad ez a szép kis kép. Nagyon röviden ez a, hát mondhatjuk úgy, hogy a mottója, hogy az erőfeszítés nélküli cselekvés művészete, és ez valójában erről szól, hogy ugyanúgy cselekedhetünk, de az már erőfeszítés nélküli lesz. Nagyon, hát így valahogy ez szeretett volna megjelenni, ez a letisztultság, ez az egyszerűség, az, hogy átlátható legyen, és az elsődleges nyilván az, hogy jó legyen használni. Igen. És ugyanúgy, ha fölmentek rá, legyen az mondjuk laptopról vagy mobilról, nagyon könnyen használhatjátok mindenhonnan, fogjátok látni, tényleg hogyan épül fel, rögtön találtok egy rövid bevezető videót a semmittevésről, mint életszemléletről, akkor utána megismerhetitek magát ezt a szemléletet, és hát itt tényleg ez érdemes, hogy ami most itt tényleg le van írva, hogy ez arra mutat rá, hogy úgyis mindent megkapunk az élettől, hogy nem erőlködünk feleslegesen, hanem áramlásba tudunk az élettel menni, és valójában a podcast adások is ebből az inspiráltságból születtek. Itt rögtön látjátok, hogy van 3 adás, ezt meg tudjátok nézni. Van egy rólunk szekció, szóval lehet, hogy valaki csak a Gábort ismeri, vagy lehet, hogy valaki csak engem ismer, vagy az én munkásságomat. Itt azért valamennyire kicsit jobban meg tudjátok ismerni, hogy mivel foglalkozik az egyikünk, mivel foglalkozik a másik. És ugyanúgy láthatjátok, milyen témákról van szó, említettük minimalizmus, egyszerűség, jelenlét, akkor lesz szó valószínűleg produktivitásról, hatékonyságról, ugyanúgy a szellemi és testi egészségről, úgy emlékszem, hogy volt is egy komment, azt majd lehet, hogy meg is válaszoljuk. És akkor utána itt meg tudjátok nézni, hogy elérhető milyen helyeken. Ahogy említettek, a Google Podcast az folyamatban van, szóval az is működni fog. Egyenlőre többi helyen hallgassátok, akár a weboldalon. És ami egy lényeges dolog, hogyha szeretnétek velünk tartani ebbe az áramlásba,
akkor érdemes az oldalon feliratkozni. És mert ugyanúgy e-mailbe is szeretnénk adni ezt a kapcsolódást, és hát érdekes anyagokkal is készültünk, de hát igen, akkor mutassuk meg ezt is. Jó. Mert ugyanúgy, hogy most nézzünk bele egy kicsit még itt a rólunk részbe, hogy itt is mit találtok, tényleg ha följöttök, akkor meg tudjátok nézni, hogy mégis kik vagyunk mi, de ezt mondjuk hagyjuk egy kicsit meglepetésnek, szóval tényleg van ez a szekció, akkor ugyanúgy van az adások rész, itt találjátok az adásokat, itt rögtön az elején láthatjátok azt, hogy itt rögtön egy ilyen kis playernél le lehet játszani ezt a három epizódot, ami jelenleg fönt van, ami jó hír, hogy előre láthatólag jövő héten érkezik a következő rész, szóval nem kell több időt várni, hanem ezeket meg tudjátok hallgatni a következő napokba, és jövő héten jövünk az új résszel és az új videóval, egy jó kis témával, de azt majd lehet, hogy majd lesz róla szó, és akkor itt tudjátok megnézni tényleg magukat az egyes adásokat, ahogy rámentek, itt külön megtaláljátok tényleg magát az adást is, ugyanúgy találtok kapcsolódó videót is róla, lényeg, hogy meg tudjátok nézni. Ami még érdekes, hogy a menünek a legtetején találjátok az ajándék oldalt, és ezt mindenképpen javasoljuk, meg ajánljuk megnézni, mivel itt összegyűjtöttünk nagyon érdekes dolgokat, például a Chill Pack csomagot. A célra vezető semmittevés Chill Pack csomag, ami azt foglalja magába, hogy, majd nézzétek meg az oldalon, de egy ilyen kis beharangozóként elmondjuk, hogy összegyűjtöttünk 10 olyan könyvet, amelyeket nagyon inspirálónak találtunk, és amelyeket szeretettel ajánlunk, és még emellett ott találjátok, szintén teljesen ingyenesen le tudjátok tölteni a semmittevés tervezőt, ami abba segít, hogy kialakuljon szokás ebből a tudatos és célra vezető semmittevésből. Igen, tehát egyfajta térképként szolgál arra, hogyha az ember azt se tudja, hol kezdje a semmittevést, akkor egyfajta ilyen felépítés gyanánt, hogy mégis ezt hogyan érdemes elkezdeni. Igen, és akkor arra fölmentek az oldalra, bátran föl tudtok egyszerűen iratkozni. Érdemes, mert egyrészt kiküldjük majd ezekbe az e-mailekbe az új adásokat, emellett nyilván a videókat is, amikor megérkeznek, de ugyanúgy YouTube-on is érdemes feliratkozni, mert nyilván akkor a YouTube csatornáján keresztül tud eljutni hozzátok, de erre a csatornára az e-mailezésre inkább tekintünk egyfajta ilyen mélyebb kapcsolódásként. Szóval az, hogy mi is valószínűleg ott fogunk kérdezni, hogy akkor mi a helyzet erről, mit gondoltok erről, vagy mit gondolsz erről, szóval az is egy ilyen nagyon fontos része. Bátran iratkozzatok fel e-mailbe, mert ott is tovább tudjuk mélyíteni akár ezt a jellegű kapcsolódást. És abszolút nyitottak vagyunk arra, hogy ez egy ilyen interaktív dolog legyen, tehát nyugodtan a mi meglátásotok van, akár komment formájában, vagy e-mailt is írhattok nekünk, nagyon szívesen fogadjuk és alapozunk rájuk. Oké, hát tényleg nagyon szuper, hogy mindezt lehetőségünk nyílt itt megmutatni, és hát tényleg nagyon köszönjük, továbbra is a semmittevés.hu webcímen tudjátok elérni, hogyha esetleg van még kérdésetek, bármi, akkor nyugodtan írjátok meg, mert még most szerintem még egy kicsit még itt leszünk, és akkor tudunk még akár válaszolni is, de egyébként ugyanúgy e-mailbe is elértek bennünket, és egy kicsit korábbra visszanyúlva volt itt egy kérdés, ezt még az elején kérdezte, úgy emlékszem, hogy Ádám, hogy igen, itt van, hogy egyébként állandó vegán táplálkozást folytattok? Ha igen, azt a fizikai egészség miatt, vagy igen, energetikai szempont miatt. Gábor, te hogy vagy ezzel? Nekem ez abszolút ösztönszerűen intuícióból jött, hogy bennem egy inspiráció volt, hogy ha több vagyok annál, mint amit gondoltam magamról akkor, ez volt ilyen 4-5 éve, és ennek van egy gyakorlati folyamata, tehát hogyha én máshogy kezdek el dolgokat csinálni, annak más következménye lesz. Ha ez tényleg így van, akkor én ezt kipróbálom. És ez a kipróbálás annyira bejött, hogy szépen fokozatosan persze kivontam a húst, aztán egyszer csak jött, hogy akkor most már tejse, és így tovább, és így tovább. Vittem ezt odáig, hogy gyümölcs és böjt, ami az szintén fantasztikus volt, és ez így beállt egy ilyen egyensúlyba, amiben most már ilyen megfigyelőként tapasztalom azt, hogy arra figyelek igazából, hogy mi az, aminek a szervezetem igényt tart. Tehát amire a szervezetem igényt tart, és ez legtöbbször az ilyen nagyon egyszerű ételek egyébként, ami teljes értékű növényi címkével lehetne ellátni. Nálad ez hogy van, Krisz?
Nálam van egy ilyen természetes folyamata, szóval korábban igazából inkább a kísérletezés volt jelen így az életbe, de aztán utána így valahogy természetes módon vonultak ki ezek a dolgok, szóval egyre kevésbé igényelte a testem a húst, és ugyanúgy most még nincs ez így eldöntve, hogy ez vagyok, az vagyok, vegán vagyok, vega vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem az is rendben van, hogyha bizonyos időközönként eszem mondjuk halad, de mondjuk, vagy akár tojás, de mondjuk az elmúlt, úgy emlékszem, hogy fél évben nem kifejezetten volt ilyen lényeg, hogy a lehetőség adott, hogy bármit tegyek, de valamiért természetes módon a testem sokkal inkább ezeket a növényi dolgokat preferálja, meg ezt részesíti előnybe. Nálam is ez van. És itt közben látom, hogy Lilian írta, hogy a feliratkozás után a letöltésgomb nem működik. Igen, ez tényleg így van, elnézést, azt még nem frissítettem, meg fogom oldani, és akkor ugyanúgy külön majd elküldöm ezeket a linkeket, mert így most, ahogy láttam ezt a kommentet, akkor jelent meg, hogy azt a minden, itt tényleg a letöltés oldalon még nem frissítettem ezeket a dolgokat, de nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert köszönjük. Frissítve lesz, ettől függetlenül érdemes feliratkozni, mert ugyanúgy fogjuk küldeni ezeket az anyagokat, és lehet, hogy még találtok, a weboldalon lehet, hogy lesz még ilyen egy-két apróság. Nyilván ezeket is ugyanúgy ki fogjuk javítani, de hogyha valami ilyesmi van, akkor nyugodtan írjátok meg. És én egyébként hozok ide valamit, így az ünnepléshez kapcsolódva, meg végig a stream végére, szóval mindjárt jövök, addig nyugodtan néz kommentet, vagy bármi. Jó, rendben, ránézek, hogy jött-e új komment, de amíg nem, akkor csak azt megemlítem, hogy igen, a technikai komplex dolog tud lenni, tehát nagyon sok összetevős, amit én is tapasztalok. Filmesként van egy csomó minden, amire én is odafigyelek, meg hát eszközpark, tényleg több száz, de szerintem lehet, hogy már több ezer, de az a fajta élvezet, ezt kimondom Krisz akkor így, hogy eredetileg az élvezet, az az életvezet a jelentése, a régi magyar nyelvezet szerint, és képzeljétek el, hogy így az évek során így egyre inkább kialakult az, hogy akármi jön, akármennyire komplex, mivel az utamon történik az egész dolog, ezért nem élem meg nehéznek. Még hogyha egy kicsit komplexebb dologról is van szó, vagy nagyon komplex dologról van szó, az is valahogy olyan, mint tudjátok, mint egy tánc, mint egy tangó, ezt hogy tudnád? Ja, oké, most van ennél fontosabb, várjatok. A lényeg annyi, hogy készült egy kis nyers vegán torta, de ez már ki is van készítve. Szóval... ünneplünk. Gábor, akkor hát nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőség volt. Itt is köszönjük, hogy szívesen megosztjuk veletek is, szóval, de hogyha valakit érdekel, akkor átküldöm a receptet is. Lényeg, hogy ilyen kis egyszerű nyers vegán csokitortát készítettem ma, és nagyon jó volt így egyrészt összerakni ezt az egészet, meg hát megmondhatod, hogy hogy ízlik. Így az ünneplés. Ez magnifico. Így az ünnepléshez ez nagyon jó, hogy jó kis torta. És ilyen nagyon jó kis egyszerű recept, meg egyébként nagyon kedvelem én ezeket a nyers vegán édességeket, hogy pár apróságból, tényleg mandulából, datójából, avokádóból, meg egy-két ilyen dologból olyan fantasztikus dolgokat lehet összehozni, meg hát jó, hogy van lehetőségünk egyrészt így együtt ünnepelni, meg hát egy másrészt pedig veletek ünnepelni. A nyers vegán étel az... most megkóstolom én is. Az a turbó fokozat. Tehát ez egy olyan rakéta tudattágítás, hogy tényleg az elképesztő. Nem, Krisz? Tehát, hogy annyira máshogy kezdne működni a szervezet, amikor az ember egy kicsit húzamosabb ideig, és a húzamos alatt értek minimum 2-3 nap. Így figyel a nyersezésre, és átalakul teljesen így. A tudatod is elkezd egy picit ilyen... Ezt hogy írnád le, vagy hogy fogalmaznád meg? Én korábban azt tapasztaltam, hogy amikor volt ez a, hogy egyre több növényt ettem, és nagyon kevés húst, akkor olyan élmény volt, mintha nagyon kitisztult volna a tudatom. Szóval sokkal kevesebb gondolat, sokkal kevesebb ilyen elragadó érzés, egyszerűen teljesen más lett az egész, maga az elcsendesedés, vagy meditáció, az is ilyen teljesen más minőségű lett. Nyilván ezt nem kapcsoltam úgy össze ezzel, csak inkább így megfigyelés révén, és egyébként aki gondolkodik, vagy nyitott így a vegán táplálkozásra, ott is szerintem érdemes egyszerűen csak nyitottnak lenni, kipróbálni, és megnézni, hogy milyen hatása van a testre, mert nem biztos, hogy ez mindenkinél jól fog működni, mert nagyon sokféle diéta van, nyilván az ilyen ketogén, meg van vegán ketogén, meg ilyen mindenféle dolog. Annyira nem is vagyok ebbe kimondottan jártas, persze azért úgy vagyok vele, hogy egy természetes módon, ami jön. És itt is azt javaslom, hogy érdemes kipróbálni, érdemes megnézni,
milyen az, amikor eszel húst, milyen, amikor nem eszel húst, milyen az, amikor így van, milyen az, amikor úgy van, főtt étel, nyers étel, szóval nagyon így van. Például én nyáron jellemzően akkor nagyon sok nyers ételt tettem, mármint hogy nyers vegán ételt, nagyon sok nyers zöldség, ilyesmi. Aztán, ahogy jött ez az őszi-téli időszak, úgy egyre inkább igényelte a testem a főtt ételt, és érdekes módon akkor így bekapcsolódott az életembe a főzés is, szóval így nagy örömmel szoktam itthon készíteni tényleg ilyen egyszerűbb dolgokat. Igen, igen, meg az, hogy tényleg én amikor azt gondoltam, hogy soha többet nem fogok se húst, meg se tejet, se semmiet fogyasztani, akkor képzeljétek el, hogy én is ugyanígy, ahogy te, ezzel a megközelítéssel, voltunk vendégségbe egyszer, és ott volt a nagyon finom, hát most mondom ezt úgy, hogy mert megkóstoltam, de egyébként azóta nem ettem, sertéskaraj volt, azt hiszem, de úgy éreztem azt, hogy ezt most így szívesen megkóstolom, tehát hogy ebből csak azt tapasztaltam meg, hogy a végletek hosszú távon nem működnek, ez az én tapasztalatom, de hogy érdemes tapasztalatot gyűjteni, hogyha spontán módon előbukkan erre a lehetőség. Igen. Közben itt rácsekkolok a dolgokra, hogy mi a helyzet, akkor ki kér tortát, valószínűleg igen, Ádám kér tortát, valaki kérje receptet is. Nagyon jó. Jó, hát meg tényleg ez, hogy ez erről szól magáról, tényleg a folyamatról, hogy most a legfontosabb dolog az egész podcastnek a kibontakozásában, ez a pillanat, ez a livestream, élvezés ennek az egésznek, meg az, hogy élvezetet lelni benne, és hát bízunk benne abba tényleg, hogy nektek is sok örömöt tud vinni az életetekbe, a semmittevés.hu-n található dolgok, és továbbra is, hogyha tényleg úgy érzitek, meg érzitek hozzá a hívást, akkor nyugodtan kövessétek be YouTube-on, Apple Podcasts-en, Spotify-on, amit használtok, de ezt valószínűleg úgy is tudjátok. Jó, hát figyelj, Gábor, itt most úgy látom tényleg, hogy egy kora további kérdés nincs, meg hát így is már úgy emlékszem, hogy kb. Egy órádal tartunk, persze ugyanúgy mehet ez tovább is, de a lényeg az, hogy mi is még szerintem akkor még kicsit sütizünk, még beszélgetünk, persze, akár így még ketten is, van tényleg ezekről pizza. Az élménye. Tényleg még van jó pizza. Kis, az nem nyers, hanem a sült pizza, de az vegán, szóval végig az is van. Hát, Parti, egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor fogunk eljutni oda, amikor az íz majd így kamerán keresztül, hogy most érezzétek azt, amit mi érzünk, legalábbis én az ízlelődőbokkal, mert hú, ez csillagos ötös. Szuper. Jót csináltál. Hát öröm, hogy ízlik meg szerintem is tök finom, meg hát tényleg az a jó, hogy szerintem így mindennel együtt nagyjából egy fél óra alatt össze lehet rakni, szóval. Uh-huh. Aki lehet, hogy nagyon jártas a konyhába, az meg még rövidebb idő alatt, és egyébként itt valószínűleg majd a kommentek között elérhető lesz a recept is. Aha. Az még egyelőre nem a mi oldalunkon, de lehet, hogy majd lesz egy ilyen, lehet, hogy megkészítünk akár egy ilyen posztot is, hogy a kedvenc vegán receptjeink. Uh-huh. Tök jó ötlet akár ez is. Semmiképpen sem célunk az, hogy szeparáljunk életterületeket, tehát most beszéltünk táplálkozásról, említettük a bizniszt, említettük a meditációt, jelenlét, stb. Abszolút úgy tekintünk erre, és ez is a megközelítésünk, és ebből is indul ki szerintem mindkettőnknek az életmódja és filozófiája, hogy ez az egész egy, aminek van egy ilyen aspektusa, olyan, de az egész összességében egy egységet alkot, és nem mindegy szerintem, én azt tapasztalom, hogy az ember hogyan közelíti meg, mert egészen más, és szerintem sokkal terhesebb az, amikor na most külön ezt, most külön azt, most külön amazt, és akkor egyszerre hirtelen ott van 30-40 dolog, és azt se tudja az ember, hogy hogy kezdjen neki, aztán neki se kezd sok esetben. De ha az egészet, és ez szerintem a jelenléten nagyon jól társítható, hogy ha az egészre úgy tekintünk, mint egy nagy egész, akkor valahogy az egész egy sokkal ilyen, az én tapasztalatom az, hogy ilyen áramlósabbá válik. Neked van tapasztalatod? Igen, mert már nem az van, hogy így külön életterületek vannak, amik között zsonglőrködünk, és sokszor ez erre is így lehet tekinteni, vagy sokan így tekintenek, hogy az egyik a másik elől veszi el a helyet meg energiát. De amúgy ez nem feltétlenül így van, mert ha belehelyezkedünk tényleg ebbe az áramlásba, ebbe a célra vezető semmittevésbe, akkor olyan gyönyörűen összeállnak a dolgok, és nem energia lesz az egyikről a másikra átállni, hanem az egyik nagyon profin, nagyon szuperül támogatja a másik életterületet. És nyilván az, hogy a táplálkozás hatással van, elnézést, csak iszok egy kocsvizet. Nyugodtan ismerem az érzést, lehet én is iszok. Vagy beszéljek közben? Igen. Addig. Várj, most honnan folytassam?
Nem tudom. Na, várj, jövök vissza. Jó, jól esett most ez a víz. Jó, én is iszok egy picit. Lényeg az, hogy maga, hogyha például, most vegyük a táplálkozásból indulunk ki, hogy tudatosan táplálkozunk, érezzük egyszerűen a testünkbe ezeket a tisztább, meg jobb fajta áramlásokat. Utána az elcsendesedés is, a meditáció is sokkal kényelmesebbé, könnyedebbé válik. Ez hatással van arra, hogy sokkal jobban tudunk fókuszálni a munkába. Az hatással van arra, hogy kevesebb idő alatt sokkal több mindent tudunk megtenni, akár több bevételt is hoz. Ez hatással van arra, hogy tudunk jó minőségű élelmiszereket venni, és egyrészt itt véget ér egy kör, de ugyanúgy hatással van arra, hogy olyan dolgokat vegyünk, olyan dolgokra költsünk, vagy olyan dolgokba investáljunk, amiket szívből jövően és lelkesedéssel tudunk tenni, és én is, nyilván hogy az életben jelen van ez a szemléletmód, hogy ez a úgy minimalista, hogy olyan dolgokkal körbevenni magam, amelyek tényleg értéket visznek az életembe, és így nagyon öröm akár olyanra is költeni, vagy investálni, hogy például ilyen fényre, amit megvilágít minket, vagy egy jófajta, legyen az egy jófajta mikrofon, egy jó kamera. Nemrég kezdtem el így a livestream világába kicsit belásni magam, és ott is volt az elmúlt két hétben két ilyen jó kis előadás, és ez egyik annyira jól építi a másikat, és ott is nem az előadás a lényeg, hanem maga az a kapcsolódottság, hogy ki tud terjedni ez a tapasztalat, ami rajtam is keresztül ment, és nyilván így a podcastbe is meg tudjuk osztani mindezt. Igen. Csodás. Jó, hát én úgy érzem tényleg, hogy itt nagyon kerekké formálódott minden, hogyha benned még van bármi, akkor az érdemes kifejezni, vagy kifejezésre juttatni. Bennem csak egy kérdés, hogy mindenki minden kérdését feltette? Mert aztán megyünk csoki tortázni, igen. Meg pinzázni. Hú, ez jó hangzik, mind a kettő. Persze, ami publikus, tehát... Meg tényleg ez is fontos, hogyha valami olyan kérdésetek van, akkor aki nyilván a Gáborral van szorosabb kapcsolatban, vagy őt ismeri, nyugodtan írjon a Gábornak. Ha valaki velem van ilyen módon kapcsolódásban, akkor nyugodtan írjon nekem e-mailbe, privát üzenet formájába, vagy bármilyen egyéb formátumba, vagy akár e-mailbe. Jó, hát Gábor, én nagyon köszönöm azt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy ezt létrehozhassuk, meg megszülethessen, meg hogy még továbbra is beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Hát és nagyon köszönöm tényleg, én hogy ez itt így megszülethet, meg hogy ez kibontakozhat általunk. Szuper jó. És hát kíváncsian állunk a folytatás előtt. Mit szólnál, ha adnánk egy feladatot a kedves nézőknek? Akkor hajrá! Ugyanis a legjobb időpont arra, hogy elkezdjünk valami újat, az a most, de a második legjobb időpont az a holnap, ugye? Én most arra invitálok benneteket, hogy a holnapi nap folyamán teremtsetek 15 percet abból a 24 órából, amiben ezt tényleg semmit nem csináltok. És leülhettek, lefeküdhettek, de tényleg egy nagyon tudatos, tiszta 100%-os semmit tevés legyen. Csak csináljátok meg, és figyeljétek meg, hogy milyen tapasztalattá vált ez az élmény. Tudatos és célra vezető semmit tevés, és ami még szuper, hogy van a semmit tevés tervező, amit valószínűleg az adás után frissítem is az oldalt, hogy akkor letélthetővé válik, az meg tényleg abba tud segíteni, hogy szokás alakuljon ki ebből a tudatos semmittevésből, és valójában ebben a semmittevésben tényleg meg tudnak érkezni azok az inspirációk, meg azok a belülről jövő dolgok, amit általunk nyilván ez a podcast formájában bontakozott ki, de ez mindenkinél teljesen egyéni, mert ugyanúgy valószínűleg neked is így a mindennapjaidban van, ami lehet, hogy a videókészítésben, vagy a filmeknek a készítésébe élet ki, nála meg abszolút tényleg akár ilyen mindenféle írások, vagy mostanában említettem livestreamek, szóval mindenkiben megvan ez a fény, meg ez az egyediség, ami meg tud jelenni, és hát érdemes tényleg egy kis semmittevéssel megtámogatni azt, hogy gyönyörűen tudjanak virágozni a dolgok. Igen, és hogy nincs két egyforma egyéniség, ez tök érdekes, hogy nem? Tehát, hogy ahogy mélyül az ember az egyéniségben, meg ami rajta keresztül így megnyilvánulni kívánkozik, egyszerűen nincs. Tehát, hogy annyira csodás ez, hogy magától olyan természetesen érdekes, amikor valaki önmaga. Igen. És jó ezt egyszerűen megélni, meg hát nyilván nekünk a legjobb, hogy végre éljük azt, akik vagyunk, önazonosan élünk. Igen. Ez a lényege. És hát tényleg nagyon köszönjük mindenkinek, még egyszer a podcastet, a célra vezető semmittevés podcastet eléritek Apple Podcast-en, Spotify-on,
valószínűleg nem sokára Google Podcast-en is, de a weboldalon is meg tudjátok hallgatni, semmittevés.hu, és érdemes felszabadulni YouTube-ra, mert ott rögtön 9 videó vár titeket, meg tudjátok nézni, és akkor bátran iratkozzatok fel azonok a helyeken, amik számotokra az elsődlegesek. És akkor tényleg nagyon, nagyon szépen köszönjük. Mi megyünk valószínűleg sütizni, pizzázni, beszélgetni, szóval tényleg jó, jó itt lenni. Igen, tehát mi most elköszönünk, de lélekben együtt sütizünk, és együtt pizzázunk. Jó van, és akkor hát tényleg minden jót, további kellemes estét nektek, és akkor sziasztok! Sziasztok, szép estét!